Sziasztok, ez itt a Lapról Lapra, és a könyvhétről fogok beszélni. Megmondom őszintén, sokat gondolkodtam, hogy egyáltalán csináljak-e videót, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez a videó annyira érdekes lesz nektek, mert az ünnepi könyvhét nekem most nem annyira könyvekről szólt, akármilyen furán is hangzik, hanem inkább az emberekről. Ugye tavaly minden nap kint voltam, és mégis fogadtam, hogy soha többet nem megyek szombaton, de hát idén csak szombaton mentem. Ugyanis nem volt vásárlási és dedikálási tervem sem, majd kicsit mesélek erről bővebben, hogy miért. Persze így se jöttem az a teljesen üres kézzel, és voltam dedikáláson is, zárójelben erről is lesz szó. Szóval nem volt semmilyen tervem, a tervem annyi volt, hogy találkozzak emberekkel ott, és tudjak pár szót váltani végre olyanokkal, akikkel amúgy nehéz összehozni a találkozót. Úgyhogy ez volt a cél, és ezért kellett kibírnom azt a hatalmas tömeget. Tényleg a szombat, az kegyetlen, és nem csak az ünnepi könyvhét miatt, hanem ilyenkor tele van turistával is, és nyilván a legtöbben akkor érnek rá, illetve akkor van ugye a legtöbb dedikálás is, úgyhogy értem, de rossz döntés volt. Én nagyon remélem, hogy jövőre sikerül másik napon menni. Hogy miért nem volt dedikálós és könyvtervem? Ugye idén igyekszem kevesebb könyvet venni, mivel a következő egy-két videón bukhol lesz, ezért ez remek meghazudtolása lesz önmagamnak, de tényleg igyekszem, és olyan könyv, amit ott akartam beszerezni, és most jelenik meg, az úgy nem volt, hogy ezt én meg akarom venni, hanem majd kapok recenzióba párat, ami nagyon-nagyon érdekel, és nagyon-nagyon szeretnék még idén elolvasni. Úgyhogy így nem is akartam vásárolni, de ugye mondtam, hogy nem üres kézzel jöttem haza, hát megint találkoztam Petrával, úgyhogy ha Petrával találkozom, én szerintem nem jövök haza könyv nélkül. Van nálam egy másik könyv is, arról majd hamarosan beszélek. Na hát akkor beszéljünk a könyvhétről, ugye szombaton megérkeztem, ha jól emlékszem, 10-11 között találkoztam Katával, akit már emlegettem nektek, vele együtt olvastam a Négy majomgyilkos trilógiáját, illetve most együtt olvastuk Jodi Picó Magányos Farkas könyvét, és azt tervezzük, hogy most minden hónapban együtt olvasunk egy Jodit, meg még néhány könyvet is, nagyon hasonló ízlésünk van, úgyhogy vele találkoztam legelőször, és rögtön be is álltunk egy dedikáló sorba, amit ő szeretett volna, Kiarához, a könyvmoly képzős tannál. Én őt nem ismerem, és nem olvastam könyvét, de nagyon győzködtek többen is, ugyanis mikor beálltunk a sorba, hát az egész BookTube világ, magyar BookTube világot volt előttünk, Borkáék, Andék, tényleg mindenki, úgyhogy ők már sorba álltak. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jövőre már én is ott fogok sorban állni nála. Találkoztam más követőimmel is, nagyon kedves volt mindenki, nagyon jó volt találkozni, és más booktuberekkel is napközben. Általában ugye nagyon szuper helyet találnak a fa alatt, ahol legalább nincsen 100 fokot, meg lehet őket találni, és lehet velük fotózkodni. Evelinnel is sikerült összefutnom, és végül Dórival is, bár vele nem készült közös kép, de nagyon örülök, hogy legalább pár mondat elejéig találkoztunk, és vele is lesz közös olvasásom, nem feltétlenül ilyen hivatalos, úgyhogy majd ez meg kiderül, hogy mennyire haragozzuk be, de rendkívül jó volt mindenkivel találkozni, és nekem erről szól a könyvhét, arról, hogy nekem arról már kevésbé, hogy vásároljak, főleg itt szombaton, mert csak felidegesítem magam, hogy nem férek oda a standokhoz, mert rengeteg ember van, aminek amúgy örülök, hogy ennyire szeretik a könyveket, és szeretnek olvasni, csak nekem emiatt most ez nem a vásárlás helye.
Azért nyilván ilyenkor megnézem a jó kis akciós részeget, a szokásos agavénál mindig vannak kint ezek a nagy ládák, ahol ilyen 1000-1500 forintért azért nagyon jó könyveket lehet kifogni, azt hiszem tavaly be is vásároltam itt. Itt is majdnem megvettem a Bűnös vagyot, azt hiszem. Meg még volt egy pár könyv, amivel szemeztem, tehát akkor a sor volt, hogy el is ment a kedvem, hogy emiatt beálljak. A könyvtündérnél is van a szokásos kis mesés doboz, illetve Animusnál. Szóval mindenhol ki van rakva egy-egy ilyen olcsóbb kategória. A könyvmagyarázónál is volt, azt hiszem 50%-os ilyen kis forgóállvány. Nagyon szerettem a 21. század standját, ahol ilyen kis könyves, sárkányos díszeket lehetett látni, hát én szerelmes voltam abba, és meg is kérdeztem, hogy eladó és eladó, de hát nem jött velem haza, tekintve, hogy borzasztó drága volt. Ott, hogy csak ott gyönyörködtem benne. Ezen kívül ugye nem csak Kiara-nak a dedikálásán voltam, Katának sajnos el kellett mennie, de nagyon szeretett volna dedikáltatni Besenyei Gáborra az Első csók című könyvét, és bevallom őszintén, őt se ismertem, nagyon szégyellem most már magam, mert mikor leültem, hogy dedikáltassam neki a könyvet, akkor ugye kérdezte is, hogy olvastam-e, elmondtam, hogy nem, és nagyon kedves volt, nagyon szimpatikus, úgyhogy meg is kérdeztük, Petra is velem áll sorba, hogy melyik könyvét ajánlaná olvasásra, most már mindenképp így el szeretnék olvasni legalább egyet, és a Tested és Lelkem című könyvével győzött meg, úgyhogy rögtön kértem is, reméljük látjátok, egy aláírt könyvjelzőt, úgyhogy legalább ez megvan. Petra azon nyomban meg is vette a könyvet, én is megfogom most, mert mindenképp szeretném elolvasni, mert nagyon-nagyon kedves volt. A Tested és Lelkem így szól, hogy ha másnak is kedvet adjak azon kívül, hogy szuper kedves az író, erről szól. Semmi bajom a meztelenséggel. Hogyan is lenne? Igazából nincs is annál jobb, mint eljutni oda a lánya, hogy meztelenül láthasd. De mi van akkor, ha nem csak te láthatod, hanem az összes haverod, az egész iskola is hirtelen mindenki azt hiszi, hogy jár neki belőle egy darab. Ez nem lehet a valóság. Mert ha az, nem biztos, hogy elbírom viselni. De én nem bírom elviselni, mi lesz Lucával? Bálint élete boldog, foci csapat ünnepel, tárgya, sikeres youtuber, és még egy gyönyörű lányjal is flörtöl. Igaz, az a lány a legjobb haverja, barátnője. De hát miért nem szakít Luca Áronnal? Talán fél a fiú bosszújától? Luca az egyik legvidámabb, legmagabiztosabb lány az osztályban. Szeret olvasni, szívesen bulizik, jól tanul, segítőkész. Aztán egy nap megtörténik vele az elképzelhetetlen, olyan képek kerülnek fel róla az internetre, amiket csak is egyetlen embernek szánt. Hogyan lehet ezután folytatni az életet? Ugyanaz az ember tud maradni, aki eddig volt. Kire számíthat, kibe kapaszkodhat. Igen, ez egy kis vörös pöttyös, szerelmes, aranyosnak tűnő könyv, de sok kérdést felvet, főleg a mai internetes világban, sőt a mai AI világban, ahol még az arcodat is kicserélhetik most már bármire. Úgyhogy ilyen a YouTube, senki ne használja az arcomat. Igen, a lényeg, hogy ez a könyv meggyőzött, ezt szeretném majd mindenképp elolvasni, és megérte beállni a dedikáló sorba, mert ez egy jó élmény volt az íróval. Azért nem álltam be máshoz dedikáltatni, mert egyrészt elég sok könyvem most már dedikálva van, ugye elég sok, most már ez a harmadik vagy negyedik könyvhetem volt. Könyvfesztiválon is azért meg lehet találni ezeket az írókat, és most el is határoztam, hogy csak olyan könyvet dedikáltatok, amit elolvastam. Jobb is úgy, mert nem csak azért, mert mi van, ha nem tetszik, és akkor itt marad, mert azért szerintem ez ritka lesz. Inkább azért, hogy legalább tudjak véleményt mondani a könyvről, ha esetleg tudunk így beszélgetni, mint a Kár Gáborral is, mert ez úgy jobb érzés. Illetve megmondom őszintén, ez a könyvhét így már a sokadik után annyira sok új élményt az embereken, a társaságon kívül nem adott,
Nyilván nem vettem részt ezeken a előadásokon és beszélgetéseken, amik biztos nagyon izgalmasak és jók voltak, és lehet, hogy azzal kaptam volna valami új élményt, de a standok azért nagyjából ugyanazok, ugyanaz az elrendezés, kicsit ugyanaz. Nem tudom, nem akarok belemenni, nem akarok kritikát sem megfogalmazni, lehet, hogy csak durcás voltam így a meleg meg a tömeg miatt, de azért mindenképp hálás vagyok, és jó sokáig ott voltam, és jó volt beszélgetni mindenkivel. Petrával nem csináltunk közös fotót kivételesen, de vele is nagyon jó volt együtt tölteni a délutánt ismét, és akkor legyen az a könyv, amit kaptam tőle, ő tovább maradt múltkor a Lira raktárvásáron, és elküldte nekem, hogy talált egy jó kis könyvet az Linda Castillo-tól a Bűnösök között. Ugye Linda Castillo sorozatát gyűjtöm, az ilyen amis krimi, ugye én szeretem ezt az amis világot, és szeretem a krimit, tehát tökéletes kombó az amis krimi. Ez például ilyen. Egy 15 éves lány holttestére bukkannak egy világtól elzárt amis telep melletti erdőben, megfagyott a hóban. A halála előtt gyermeket várt. Vajon véletlenül tévedt el a rengetegben, vagy menekült valaki elől? Az eset körül egyre sokasodnak a rejtélyek, de a rokonok viszont nem hajlandóak, vagy nem mernek szóbálni a rendőrséggel. Így a rendőr főnök beszeretne épülni a közösségben. A nő is amis családban nőtt fel, így tökéletes jelölt. Végül a csendes vidéki kisváros felszín alatt egy olyan világra bukkan, amelynek lakóit szörnyű titkok, rémes büntettek és vallási fanatikusok tartják rettegésben. Ez egy ilyen rövidke kis könyv. Hát ugye nekem nagyon nagy kedvencem Jodi Picoult az Egyszerű igazság, ami nagyon hasonló vonalon végül is mozog. Ott is holttestet találnak, és akkor beépül és akkor ott beköltözik az amisokhoz a nyomozónő. Ezt a vallási fanatizmus maffiát pedig láthatjuk Borsabrán gyalázat trilógiájában is. De én szeretem megragadni ezek szerint egy-két témánál, remélem azért tud majd újat adni. Na hát ennyi lett volna így a kevés könyvvásárlás és kevés plusz információ ellenére, remélem azért tetszett a videó. Cserébe hamarosan két bukkollal és csomagbontós videóval is jövök, illetve egy új kihívással, ugyanis az előző lapról lapra kihívás hamarosan véget ér, és egy booktagre is kihívtak, szóval erről is érkezik videó, úgyhogy remélem azok izgalmasabbak lesznek. Innen is még egyszer mindenkit puzilok, akivel találkoztam, nagyon örülök, hogy láttalak titeket, tudtunk beszélgetni, köszönöm a könyvajánlásokat, a közös fotókat, és minden jót nektek, találkozunk legközelebb is lapról lapra. Sziasztok!